Hát húzzuk ki a háromból a rendszerváltozás szót mindjárt, mert magától semmi se változik, leszámítva azt, hogy minden öregszik. Sajnos ez velünk is megtörténik. Tehát vagy váltásnak nevezzük, vagy változtatásnak. És mind a kettő lehet legitim, mert mondjuk a politikai intézményrendszer megváltoztatása, ami szintén változtatás, de az mégis egy olyan viszonylag rövid történelmi értelemben egy pillanatnyi idő alatt megtörténhet, hogyha úgy mondjuk, hogy a politikai rendszerváltás megtörtént, azzal szerintem nem követünk el hamisítást. De mégis, miután a rendszerváltozás az egy folyamat, történelmi folyamat, ami bizonyos szempontból még ma sem zárult le teljesen, és ebben azért szeretnénk legalább mi közéleti szereplők azt hinni, hogy alakító résztvevői voltunk, vagyunk és leszünk, ezért én a magam részéről a rendszerváltoztatás szót szoktam használni, bár az a bonyolultabb és nehezebben kimondható, mint a másik kettő, de mégis szerintem ez áll közelebb a valósághoz. Engedd meg, hogy egy kicsit a 89-es, 88-as események elé nézzünk, olyan mértékig, ameddig úgy érzed, hogy ebben a közösségben egyébként már korábban is nyilvánosan megtett vallomásaidat megismételheted. Az a kérdés elsősorban, hogy a családi környezet, illetve az iskolai háttér az hogyan terelt téged abba az irányba, hogy aztán 88-ban az akkori államhatalom számára elfogadhatatlan lépéssel egy új utat kínáltatok a magyar történelem számára. Első kérdés inkább talán a családra vonatkozhatna. Te már a rendszerváltoztatás időszakában nyilvánosra tetted, hogy akitől nagyon sokat kaptál szellemileg, lelkileg otthon táplálékot, nagyapádtól, édesapádtól, ők mindketten az akkori állampártban úgy voltak párttagok, hogy mindig becsülted bennük, hogy őket, hát hogy mondjam, a hatalom az ő vállukon állt, de közben őket is kisemmizte, és ők mindig látták azt, hogy mik a problémák abban a rendszerben, és ezt nevén is nevezték ezeket a problémákat. Mi ez az örökség, mi ez a plebejus identitás, ami neked a gyúanyagot adja a mindennapi munkádban? Hadd beszéljek mégis többről, mint a családomról, ha megengedett. Annál is inkább, mert az ember, ahogy idősödik, és már van mire visszatekinteni a saját életében, egy idő után kezdi megérteni azt, hogy mi történt vele. Lehet, hogy ezt hívják bölcsességnek, de nem biztos, hogy ez rám illik, vagy rám igaz. De minden esetre visszatekintve a gyerekkoromra, egy csomó mindent megértettem, hogy miért gondolkodom én pont úgy, ahogy gondolkodom. És itt azért a családnak persze alapvető jelentősége van, de nem csak annak, hanem magának a városnak, a város szellemiségének, az iskoláknak. És hadd kezdjem akkor röviden ezzel. Tehát Pápa az mindig egy rebellis város volt. A veszprémi gyarmatosító központ által elnyomott, kizsigerelt, hogy mondjam, szellemi, meg anyagi értelemben is kiszipolyozott, ilyen perifériának minősült, miközben az önképét tekintve pedig a Dunántúl aténjeként definiálta magát, nagyon erős református szellemi tradíciókkal. Mindenki református városnak tekinti Pápát, miközben egyébként a lakosság felekezeti megoszlása az országos átlagot tükrözi. Tehát a reformátusok nincsenek többségben Pápán, annyian vannak, mint általában, de református központ volt, püspöki székhely. Az én iskolám, ahova jártam, az Alkamáti Általános Iskola, az például a püspöki palota volt. Tehát mi iskolába a püspökibe mentünk, meg a püspökibe iratkoztunk be, stb. Stb. És azért ez valahogy nyomott, hogy az ember gondolkodáson. Ott áll a református templom előtt Petőfi, meg Jókai mellszobra, erős 48-as hagyományai vannak. Különböző módon hagyott nyomot a kommunizmus egyes városok szellemi arculatán. Nekem még az úttörő csapatomat sem valami fő kommunistáról, kommunista mártírról nevezték el, hanem Bocsor Istvánról, aki a református kollégiumnak volt a professzora. És újraalapítója. Újraalapítója, és az ő gyújtóhangú beszédei, vagy inkább történelemórái hatása alatt jelentkeztek a diákjai a nemzetőrségbe, és így tovább. Tehát nem tudom, ezzel sikerült-e érzékeltetnem, hogy azért a városnak volt egy szellemisége, ami nyilvánvalóan kihatott az értelmiség gondolkodására benne a
tanári kar gondolkodására, és azért valahogy ez egy átszivárgott. Na most, ami a konkrét családi előzményeket illeti, nekem anyai ágon, akkor hadd kezdjem most ezen belül ezzel. Anyai ágon kispolgári felmenőim vannak, voltak. Ők a történelem vesztesei közé tartoztak, ha lehet így leegyszerűsíteni a történelmet. Tehát anyai nagyapám volt a fronton is, 905-ös születésű, már akkor vitték ki katonának, amikor már a Kárpátokba dúltak a harcok. Nagy szerencsére nem lett hadifogoly, tehát megúszta, egy hajszálon múlt, de végül is vissza tudott jönni a két gyerekéhez. Őtőle például soha nem hallottam semmit, tehát soha nem mesélt nekem se arról, hogy merre járt, se arról, hogy mit gondol a világról. Tehát ez azt hiszem sokunkkal előfordult a mi generációnkba, hogy a történelem vesztesei nem mondták, mert úgy érezték, hogy nem mondhatják el, mert azzal több kárt okoznak, mint hasznot. A apai nagyapám az pedig 902-es születésű volt, tehát őneki is megvolt a maga szerencséje, mert az első világháborúban még túl fiatal volt, tehát ugye 14-ben 12 éves volt. A második világháborúban meg már túl idős, akkor már volt 4 gyereke, oda meg azért nem vitték el. De 22-ben pápánő volt az egyike azoknak, akik megalapították a famunkások szakszervezetét, majd a Bethlen-Payer paktum után meg a Szociáldemokrata pártot később. Tehát ő szociáldemokrata volt, és ilyen értelemben került bele a pártiesülés után a későbbi állampártba. Most az időt nagyon fölemészteni, és bár szerintem nagyon érdekes történelmi tanulságokkal szolgál, és bizonyára sokaknak van hasonló története. Tehát ő mesélt, mert ő a idézőbe téve a győztes oldalon élte meg az akkori rendszerváltást, de azért, amik történeteket mesélt, azok nekem nagyon tanulságosak voltak. Az a kisgyerekkoromban nem értettem természetesen, meg fiatalkoromban sem egészen pontosan, hogy hogyan is kell értelmezni, amiket elmondott. De azért, ha megengedik, nem mutatom önöket, két rövid kis történettel illusztrálnám ezt. Tehát őt, mint szociáldemokrata megbízható embert úgy mondta, amikor szovjet katonai igazgatás alatt volt néhány napig, néhány hétig a város, akkor egy ilyen segéderőként a maguk mellé vették, és neki kellett többek között a nyilas székházat átvizsgálni, a papírokat rendbe szedni, amikor a nyilasok elpuszoltak pápáról. És hát pápa egy 30-valány ezres város, akkor talán még annyi se volt, mindenki mindenkit ismer. Tehát tudták azért nagyjából, hogy kik a nyilasok, de nem mindenkiről tudták, akit még nem vettek föl, csak beadta a felvételi kérelmét. Akkor is voltak történelmi analfabéták, ma is vannak. És akkor ott csodálkoztak egymásra, hogy te ezt is tudtad, hogy ez is? Erre gondoltad volna? És akkor ottan szociáldemokrata elvtársak egymás között mondták, hogy hát, mik vannak. De az igazi megrökönyödés az akkor kezdődött, amikor néhány hónap leforgása után ezeket az embereket a kommunista pártban látták viszont, akik aztán vére szájjal kérték rajtuk számon az ellenállás hősiességét és bátorságát. Tehát gyakorlatilag a kommunista vezető vonal egyértelműen a kvázi szociálfasisztáknak bélyegezték őket, akiknek a megalkuvása miatt történt az, ami történt a magyarsággal. Hát innen ugye az a klasszikus vicc a Gazsiról, meg a igazoló bizottságról, hogy ezt is talán az idősebbek ismerik. 45 után voltak igazolások, bélistázások, stb., és akkor behívják a Gazsit, a primást, mert nagyon tipródik, nagyon izgul. Azt mondja a komájának, hogy hát ebből nagy baj lesz. Azt mondja, mit le, miért lenne nagy baj? Hát tagad le. Jön ki a bizottsági meghallgatásról, Gazsi halál sápat, mondja hogy komájának, hogy nekem végem van. Azt mondja, de hát miért nem? Mit kereszták? Hát azt mondták, hogy kollaboráns vagyok, mert húztam a nyilasoknak a nótáját. De azt mondtam neked, hogy tagad le. Hát de hogy a felébe tudtam volna letagadni, amikor mind ott volt? Ezt csak arra fölmondtam, és ezzel egyáltalán nem akartam ennél többet mondani.
Csak hogy a történelem azért ez egy nagyon bonyolult és színes dolog. A lényeg azonban az, hogy a közéleti érdeklődésemet én az apai nagyapámtól örököltem leginkább, amit aztán másoknak a jótékony hatása még tovább fejlesztett. Teszem hozzá, amit mondtál, azért én nem akartam még, soha nem akartam valaki lenni, vagy hogy is mondjam, tehát nem gondoltam azt, hogy politikai pályára adom a fejemet. Még 88-ban sem gondoltuk azt a Fidesz megalapításakor, hogy 90-ben már választások lesznek, és azon mi részt is fogunk venni, és még be is jutunk a parlamentbe. Tehát azért egy kicsit gyorsabban haladtak az események, mint hogy mi fejbe ezt tudtuk volna követni annak idején. Az érettségi után, ugye Budapest, ELTE állami és jogtudományi kar, kis katonaság, és 86-ban diplomáztál. Ebben az időszakban már létrejöttek azok a szakkollégiumok, amikben tulajdonképpen már az önálló önszerveződés és az autonóm ifjúsági közössége gondolata megfogant. Tehát talán érzékeltő az, hogy a 85 környék időszakban ti erről már nyíltan beszélgetett, diszkusziókat folytattatok. Van-e annak a közegnek különleges szerepe ebben, tehát egy fedő rajta volt ezen a közösségen, és fordtatok ott egymás között? Van-e kiemelhető személyiség, akinek szerepe lehetett ebben? Visszaemlékezésekben Stumpf István, Kéri László szerepe mindig megjelenik. Hogy látod ezt ennyi idő elteltével? Hogyan vezettek ezek a folyamatok a fedő alatt oda, hogy tényleg 88. március 30-án történt, amiről majd beszélni fogunk? Akkor kicsit előreugrok, hogy megint vissza tudjak lépni. Tehát a rendszerváltoztató politikai elit a 87-től 90-esek elejéig, amikor úgy formálódott, akkor generációs logika alapján csapódott táborokba. Tehát a történelmi pártok, úgy mint a Szociáldemokrata párt, a Kisgazda párt, Kereszténydemokrata néppárt, meg a Nemzeti Parasztpárt utódja, azok az emberek voltak, akik vagy emigrációban, vagy belső emigrációban túlélték a kommunizmust. Isten nyugosztalja, néhány nappal ezelőtt távozott köreinkből Horváth János bátyánk, a parlament volt korelnöke, aki 45-ben, meg 47-ben a független kisgazdapár színeiben lett budapesti törvényhatósági, illetve nemzetgyűlési képviselő. És aztán Varga Laci bátyánk például, aki korábban hunyt el KDNP részről. Tehát őnekik a történelmi élményük az a 45-48 közötti demokratikus kísérlet volt, amit a nagyhatalmi játszmák meg az orosz tankok helyeztek zárójelbe, illetve rekesztettek el. És János bátyánk idézőbe téve szinte halálos ágyember, mert hát akkor még nem haldoklott, de nem sokkal a halála előtt látogattam meg a kórházba. Ott is fölemlegette, hogy nem tudott bennünket meggyőzni arról, hogy a nemzeti hitvallásba az alaptörvény elejére belevegyük ezt a történelmi időszakot, mint egy olyan időszakot, ami példaként áll előttünk, és mi meg nem tudtuk megértetni vele, hogy ez nem az ő teljesítményüknek a lekicsinylése, meg a magyarság akkori teljesítményének a lekicsinylése, hanem egyszerűen azért nem gondoltuk, hogy ezt bele kell venni, mert valóban visszatekintve innen oda, az egy esélytelen történet volt az orosz csapatokkal Magyarország területén, meg a nagyhatalmi alkudozásokkal a háttérben. Aztán az MDF meg az 56-os generáció volt, ha így érthető, hogy mit akarok ezzel mondani, akik 56. október 23-át is megélték eufóriával, de megérték november 4-ét is, meg az utána következő megtorlást, és abból meg levonták azt a élet bölcsességet, hogy nix ugri-bugri, nur langsam spazieren, tehát csak nyugi, óvatosan. És akkor ebből jött az MDF-nek az a induló óvatossága, hogy hát nincs tagság, csak mozgalom, nincsenek vezetők, minél kevesebb embert lehessen letartóztatni cím név alapján. Tehát sem nem ellenzéki, sem nem kormánypárti, hát emlékeznek azért erre, és amit mi egyébként méretetlen ellenszemvel néztünk, és egyfajta ilyen megalkuvásnak ilyen téleket, szóval mi lesz ebből így szemüvegen keresztül néztünk, miközben a konkrét embereket amúgy tiszteltük és szerettük. És a SDS a 68-as generáció, ezt talán nem is kell tovább vonszolgatni. Mi meg azok, és akkor most érünk el a válaszhoz, mi meg azok voltunk, akiknek a 80-81-es lengyelországi események voltak a napi
élményünk. Mert persze az egyetemeken, a szakkollégiumokban, ahol szintén már azért a 80-as években a nyilvánosság kicsit tágult, egy csomó mindenhez hozzá lehetett férni, informálisan, nem legálisan, de nem is a szamizdat butikba jártunk mi feltétlenül olvasmány élményért, mert voltak olyan tanáraink, akik mondjuk a tudományos szocializmus tanszék vezetője, aki szintén pártag volt, az tartott nekünk szemináriumokat 56-ról, 68-ról, meg még 80-81-ről is, meg a idősebb korosztályba tartozott, tehát nem a fiatal oktatók közé. Tehát, és ez a 80-81-es élmény az olyannyira meghatározó volt, hogy van egy szimbolikus momentuma is. Bocsánat, ezt a szót igyekszem majd elkerülni a jövőben. Tehát szimbolikus mozzanata, hogy december, 81. december 12-éről 13-ára virradó éjszaka, mínusz 10-valahány fokban, például Orbán Viktor az előfelvétel is katonatársaival együtt, ott üldögélt a Csepel autó platóján, szorongatva a gépfegyverének a jéghideg csövét. Azt se tudván, hogy miért van ott. Nem tudván, hogy tulajdonképpen azért van ott, mert ha jön a parancs, hogy menni kell Lengyelországba, akkor menni kell. És aztán nem kellett, hál' Istennek. De valahogy ez így szimbolikusan talán érthetővé is teszi, hogy miért mondom ezt ilyen hangsúlyosan. Tehát mi ebből a 80-81-es időszakból merítettük nem csak azt a hajtóerőt, ami miatt végül is belesodródtunk a közéletbe, hanem a tanulságokat is le tudtuk vonni. Tehát a szolidaritásnak az volt szintén az elődök tapasztalataiból leszűrt stratégiája, hogy nem szabad fejjel rontani a falnak, nem szabad a rendszer tabuit, az orosz csapatok, Varsói szerződés, a pártvezető szerepe, meg a köztulajdon, tehát ezeket nem szabad megtámadni, hanem egyszerűen csak minél nagyobb részt kell kiszervezni a totális állampárt hatalma alól. Tehát először legyen független szakszervezet, a magánélet többé-kevésbé már Magyarországon is viszonylag jelentős körben ellenőrizetlen volt. Magyarországon még a gazdaság egy része is valamelyest szabad gyára volt engedve, vagy legalábbis hosszabb pórázra. Tehát, hogy szervezkedjünk, és akkor szabadítsuk fel a szabadság kis köreit, hogy Bibó István kifejezését használjam. És ez úgy jön ide, hogy tovább lépjek megint egyen, hogy a szakkollégiumok ennek a logikájára épültek fel. A szabadság kis körei, meg a társadalom, a civil szféra felszabadításának a logikájára. És 80-81-ben ezen ominózus esztendőben, 81-ben volt egy budapesti egyetemisták és főiskolák találkozója, ahol elhangzott egyfajta fölhívás egy független ifjúsági szervezet szövetség megalakítására, vagy még azt megelőzően a állampárt szerencsére nem terrorral, de elég határozottan ennek elejét vetette, csirájába elfojtotta a kezdeményezést azoknak a fiatal oktatóknak, akik ebben hangadók voltak a közgázon, azoknak nem börtön járt, hanem kaptak egy egyszer használatos útlevelet, amivel el tudták hagyni az országot, visszafelé már nem tudtak jönni vele, és a Rajk László szakkollégium diákjai pedig, amely szakkollégium, nem is tudom, azt hiszem 70-ben alakult, már 11 éve létezett, azok pedig egy másik fölhívást tettek közé, hogy szervezzünk szakkollégiumi mozgalmat. Azaz alakítsuk meg az egyetemeken, főiskolákon a magunk szakkollégiumait, amelyek három pillérre épültek. Egy, szakmai többletudást az egyetemi oktatáshoz képest, tehát legyünk okosabbak szakmánkban is, mint amit egyébként az egyetemtől kapnánk. Tehát egyfajta önképzőköri funkció volt. Szerezzünk valóságos társadalom ismeretet, amit az egyetem egyáltalán nem adott meg. Megjegyzem, ma se ad, sajnos. De akkor ennek ideológiai gátjai voltak, most is ideológiai gátja van, csak nem fölülről vezényelt, hanem önkéntesen alulról kialakított. És harmadrészt pedig alakítsunk egy olyan életmód kísérletet, szervezünk olyan közösségeket ezen szakkollégiumokban, amelyek megpróbálják a saját életüket önállóan intézni, egyfajta önkormányzati modellt próbáljunk meg kikísérletezni. És itt megint csak
az oktatók milyen személyiségének a jelentőségére hívnám fel a figyelmet. Az egyetemi oktatók Budapesten, a közgázon is, a jogi karon is voltak annyira szabad szelleműek, hogy ezt eltűrték. Tehát mi deklaráltuk, hogy mi választjuk meg a kollégium igazgatónkat, ő volt Stumpf István. Most természetesen semmilyen jogszabály nemhogy nem tette lehetővé, kifejezetten ellenkezőleg szólt mindenféle minisztériumi rendelet, meg nem tudom micsoda, hogy hogyan kell a kollégium igazgatókat kiválasztani. Hát a rendes nomenklatúra szerint, ahogy akkoriban ez szokás volt. De mi mondtuk, hogy bennünket ez nem érdekel. Mi megválasztottuk a Stumpf Istánt igazgatónak. Egyébként szintén pártag tanári kar vezetés, egyetemi vezetés pedig azt mondta, hogy hát akkor jó, hát akkor legyen a Stumpf István. Persze nincs ez jogotok, de most úgy csinálunk, mi ha lenne. És azért ez 83-ban történt, tehát 83-ban alakítottuk mi meg a magunk szakkollégiumát. 85-ben a már létező szakkollégiumok képviselői összegyűltek Szarvason egy teljesen autonóm, spontán módon, önfinanszírozó módon szervezett diáktábor keretei között, ahol olyan kérdéseket vitattunk meg, mint a határon túli magyarok ügye, a jogautonómia kisközösségek címén, a jogállamiság kérdése, ami akkor azért újdonságnak számított, maga a kifejezés is. A műszaki elmaradottságunk, gazdasági elmaradottságunk kérdése, a szocializmus természetesen élejáró volt, főleg a Szovjetunió, tehát hogy lehetett volna elmaradottság. Szegénység pláne nem volt, szerintünk volt, erről beszéltünk, és a Bős-Nagymarosi ügy kapcsán akkor kezdett följönni témaként a rendszerváltozásban egyébként jelentős szerepet kapó környezetvédelmi mozgalmak jelentősége, és ezen informális személyi háló, ami akkor létrejött 85-ben, ez jelentette tulajdonképpen a Fidesz fogantatását. Tehát ehhez képest már akkor 88-ban szinte természetes módon jött, hogy mikor a lehetőség fönnállt, akkor megalapítsuk a Fideszt. Közben azért ez a hát ilyen sasfiók keltető módszertan, amit mondtad, hogy az okos fiatalok még okosabbak legyenek, ezek azért ez csak célba ért, több szempontból is. Ugye manapság az egyetemeken nehéz motiválni a fiatalok zömét, hogy többlet feladatokat vállaljanak. Ugye egyetemi oktatóként is mindig próbáljuk mi magunk is, hogy de gyerekek, mennyivel több tapasztalat, hogyha ezt meg ezt még elvállalják. És akkor úgy óvatosan szemezgetnek ez az általános mindennapi tapasztalatunk. De annak idején azért az országos tudományos diákköri versengésben részt venni az presztízst jelentett. És ez nincs sok helyen leírva, de szeretnék egy komoly bejelentést tenni. Kövér László megnyerte az OTDK-t abban az időben egy dolgozattal. Tehát országos tudományos diákköri országos versenygyőztes volt. Tehát azért erre szabad kocintani? Bocsánat, azért ez már régen volt. Tehát remélem, azután még csináltam valamit, ami akkor mi volt? 85-ben, 86-ban volt ez? Nem tudom, a végzés. Már nem tudom, környéken. Igen, akkor tájt volt ez, és valóban szerintem most nem akarok szerénykedni, meg mondom még egyszer, hogy végül is egy diák teljesítményről beszélünk, ami azért nem mérhető egy mai mérce szerint komoly mérlegen, de inkább a témája volt az, ami megragadta a bírálóbizottságot, szerintem semmint annak a dolgozatnak a kidolgozottsága, meg hihetetlen magas színvonala, anélkül mondom még egyszer, hogy itt a nálszerény akarnék lenni. A közép-európai együttműködés a Dunai Konfederáció tematikájáról szólt, és hát azt a egetrengető kijelentést mertem tenni a szóbeli védésen, úgymond, hogy mikor megkérdezte az egyik bizottsági tag, hogy hát de vannak itt azért jó példák is, tehát Szovjetunió, meg Jugoszlávia, és hát akkor mondtam, hogy igen, ez kétségtelen tény, de azért hát az sem működik teljesen, hát hogy is mondjam, tehát ott is vannak azért problémák, elvtársak, tehát ezt próbáltam így a magam visszafogott módján említeni, és láttam az érintett tanár úrnak a szemén, a cinkos csillanásán, hogy tulajdonképpen többet feltételez rólam, mint amit én tudok, meg gondolok, de ezért nyerhettem én meg valószínűleg ezt a versenyt, mert hogy a téma is olyan volt, ami közel állt hozzá, és
bizonyos értelemben nem is tabu döntögető, de legalábbis nem volt szokványos. De ennek is nagyon örülök, hogy így alakult, mert tulajdonképpen most rubickolok abban, amit Visegrádi 4-es együttműködésnek tekintünk. 88, akkor most már. Addigra kialakultak azok a baráti kapcsolatok is nyilvánvalóan, amelyek hát egy ilyen beszélgetős kört jelentettek a korabeli említett egyetemi körökben. És amikor eljutottatok odáig, hogy mérlegeltétek, hogy minden érdemi közgazdasági jellemző azt mondja, hogy kimerültek a tartalékai a világbankos, valutaalapos 80-as évek első felében felvett hiteleknek is. Gyakorlatilag padlón van a magyar gazdaság. Közben elindult a brezsnyevi korszak lebontása a szomszédban, a Szovjetunióban. Gorbacsov enyhülést hirdetett, perestrojka, glasnost. Nálunk meg minden áll. És még akkoriban, ugye 88 májusi pártétekezeten váltották csak le Kádár. Tehát 88 márciusban Kádár még teljhatalmú úr volt Magyarországon, éppen 32 éve. Tehát, hogy milyen előzetes gondolkodás vezetett benneteket arra, hogy aznap estére, március 30-án estére úgy ültetek be abba a terembe, és te elnökölted azt az ülést, hogy most itt legyen egy vita, és ha vita végére úgy döntötök, hogy megalapítjátok azt a szervezetet, amit valahogy elneveztek, akkor lesz szervezet, ha meg úgy gondoljátok, hogy ez most még nem időszerű, akkor meg nem lesz. Tehát őszintén úgy éreztem az elmeséléseitekből, hogy őszintén úgy mentetek oda, hogy sokan szerettétek volna, hogy legyen szervezet, de hogyha ott a többség azt mondja, hogy nem, akkor nem lett volna szervezet. Tehát, hogy milyen premisszák vezet, vagy milyen előzmények vezettek oda, hogy azt mondtátok aznap, hogy itt most lehet, hogy most lépni kell, és történelmi lépést kell tenni. Szerintem az elmúlt időben is már lebuktam, már többen megfigyelhették azt a rossz szokásomat, hogy a kérdést mindig ürügyként szoktam használni arra, hogy arról beszéljek, amiről szeretnék. És ha nem felejtem el közben, hogy mi volt a kérdés, akkor még esetleg arra is válaszolok a végén. Tehát most megint... Eddig mindig kerek volt. Ha megengedik, akkor messzebbről kezdem. Tehát a szakkollégiumnak az egyik nagyon fontos, a szakkollégiumi évek nagyon fontos hozadéka az volt, hogy a működés közben tapasztalatot szereztünk, gyakoroltunk. Tehát tényleg a kollégiumok önkormányzásától kezdve a szervezést, a tábort szerveztünk. Tehát olyan dolgokat sajátítottunk el, amelyek hozzásegítettek bennünket ahhoz, hogy amikor 88-ban, vagy 89-ben, bocsánatot kérek, az ellenzéki kerekasztal létrejött, és hozzánk képest a tanáraink korabeli emberekkel, sőt, némely esetben konkrétan a tanárainkról is beszélünk, Szabad György tanár úr, ugyan én jogra jártam, ő bölcsész professzor volt, de jártam hozzá órára át a bölcsészkarra, és még lehetne sorolni. Amikor velük ültünk le, akkor nem volt bennünk egy csöpnyi kisebb rendőrségű érzés sem. Hozzáteszem, hogy az a fajta ostoba pökhendiség sem, ami minden látszat ellenére merem ezt mondani, ami a mostaniakban, hadd ne hozzam ide most őket azért komolyan, mostaniakban benne van a előttük járó generációkkal szemben. Tehát ez egy nagyon fontos tanulási folyamat volt, ami 83-tól, 85-től egészen elvezetett 88-ig. 80 másik megjegyzésem, vagy egy élmény, amit szeretnék elmondani. 87-ben Áder János feleségével, Orbán Viktor feleségével, jómagam a feleségemmel, és Fellegi Tamás volt tanárunk, barátunk, nálunk néhány évvel idősebb. Ő egyedül voltunk így kint heten a pápa látogatások idején Lengyelországban. És Varsóban is, meg Gdańskban is, egész pontosan Gdíniában, mert ott volt a repülőtéren a mise, ott voltunk. És a mise is persze egy hihetetlen élmény volt, nekem reformátusnak is egyébként, mert hát ott 1 millió ember volt körülbelül. Tehát azért annak az élménye az ami elmesélhetetlen igazán. A ne féljetek üzenet köré. Igen, de ráadásul csoportosult a prédikáció. Az maga az utca, a Lengyel utca, tehát a következők történtek abban néhány napban. Emberek hömpölyögtek a misére, délutánunk vagy esténként, mikor éppen nem voltak, ott tüntetgettek, azokat a rendőrök szétverték, vagy elvitték. Az úton, amerre mentünk, szembe a felező vonalra beállt nagy, hatalmas
ilyen páncélozott harcjármű, mögötte konvoj, ami ezeket a verőlegényeket szállította, amik Zomónak hívták a karatalmat akkoriban. Sátortáborok jelezték a hatalom jelenlétét, tehát az a több ezres vonuló rendőri osztag, az sátorban lakott abban a néhány napban, amíg ott a mise volt éppen azon a környéken. És mindezt egybevéve, ezt az élményt úgy szűrtük le, hogy ez 87-ben volt, mondom még egyszer, hogy rendszernek vége van. Tehát az boltok üresek, a templomokban nem lehet letérdelni, mert akkor a zsúfoltság van, hogy nem férnek el az emberek. Tehát amikor le kell térdelni egy katolikus templomba, akkor is állva maradtak, mert nem fértek el. Ez a rendszer, már Popieluszko meggyilkolásán túl voltunk, tehát minden a mártíriumról szólt. Tehát ez a rendszer elvesztette az anyagi és a morális tartalékait is. Tehát nem lesz egy új káderrendszer Lengyelországban, és az is látszott, hogy ez nem Lengyelország specialitása, hanem ez a rendszernek a kimerülését jelenti. Tehát, hogy mikor lesz vége, azt nem tudtuk, de hogy vége van erkölcsi értelemben, csak még nem tudnak róla a kommunisták, de lehet, hogy tudtak róla, csak nem merték maguknak se bevallani. Szóval ez világos volt, ez 87-ben volt. Még mielőtt a Demokrata Fórum színre lépett volna. És akkor ugye a Demokrata Fórum szeptemberben zászlót bont lakiteleken, és mi pedig már túl voltunk két szakkollégiumi táboron, ahol arról beszélgettünk, hogy akkor mit csináljunk. És ez egy nagyon fontos megjegyzésnek szánom én legalábbis, remélem, hogy nem vétem el az értékítéletet. Tehát azért bennünk éppen a szakkollégiumi étosz az azért nagyon erősen, egy ilyen felkiáltó jelszerűen ott volt, hogy mi nem diplomás szakmunkások leszünk, vagy szeretnénk lenni, hanem értelmiségiek. És az, hogy értelmiségi legyen valaki, azon túlmenő, hogy van egy felsőfokú végzettsége, az kell, hogy felelősséget tudjon vállalni egy közösségért, amiben majd az elitnek a része lesz. Nem ilyen országos szinten, nehogy félrejtse valaki. Mi kifejezetten azt gondoltuk, hogy majd el kell mennünk, vagy a szülővárosunkban, nekem pápa az otthonom mind a mai napig dacára adnak, hogy 18 éves korom óta nem élek otthon, de az a szülővárosom, és az, ahol igazán otthon érzem magam. Vagy ha nem sikerül pápára, akkor tatára, vagy valahová, vagy összegyűlünk ketten, hárman, négyen, öten, ha tudunk, úgy ügyeskedünk, hogy egyszerre, vagy közel ott kapjunk állást, egymásra támaszkodva, majd ott csinálunk valamit. Tehát a helyi közéletnek a megmozgatása volt a maximális ambíciónk ott a 80-as éveknek a második felébe. És a felelősség, ami ez a generáció az egyetemről, meg ebből a, hogy mondjam, tehát nem csak formális, hanem informális iskolából vagy iskolázottságból hozott, az, ami bennünket arra képessé tett, hogy 88-ban a Fideszt megalapítsuk. És most akkor a történet röviden, mert ez részben olvasható is, részben meg talán kevésbé érdekes ahhoz képest, amit szerettem volna elmondani. Dicházi Bertalan nevű barátunk, aki a Martos Flóra Műegyetemi Kollégiumnak volt szeniora vagy fiatal nevelőtanára, aki akkor már az anyag- és árhivatalban dolgozott, egyébként pártag volt szintén, belépett, mert ahhoz a generációhoz tartozott, amelyik még utolsóként hitelesen elhihette, meg elhitetette magával, hogy csak belülről lehet változtatni. Tehát azért én utálom a karrieristákat, meg a megalkuvókat, de azt se szeretem, amikor valaki, hogy mondjam, így a múltba visszafelé úgy ítélkezik, hogy nem ismeri azt a konkrét valóságot. Tehát az én generációm még úgy billegett, a miniszterelnök úr Orbán Viktor generációjában már nem volt becsületes ember, aki komolyan gondolhatta volna, hogyha ő belép a pártba, azzal a saját országán segít. De nálam 3 évvel idősebbek között még sok olyat ismerek, aki ezt őszintén gondolta, hogy be kell lépni a struktúrába, mert majd belül lehet változtatni, mert amúgy már másképpen úgysem lehet. No, tehát ő hozta ezt az ötletet, hogy mikor a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének az előkészítő bizottsága már hetek óta, hónapok óta nyammogott a pártközponttal, azt hiszem Hámori Csaba volt kijelölve a velük való egyeztetésre, és ott ilyen húzd meg, erezd meg, futtatták őket, mint az agárversenyen az agarakat, és nem jött ki belőle semmi.
akkor mondta, hogy hát akkor nekünk is kéne valamit csinálni az ifjúsági közéletbe, és hát írjunk egy kvázi feliratot, tehát a Deák-féle felirati párt analógiájára, tudassuk, hogy akarunk egy független ifjúsági szervezetet létrehozni. Az elvtársak közben emésztik, mentálisan is, meg politikailag is, aztán majd, amikor megérik az idő rá, mert azért az már látszott, hogy valami érik, akkor meg előre lépünk. És hát munka címen azt úgy hívta volna, hogy a Demokratikus Szocialista Ifjúsági Szövetség. Amúgy ő szociáldemokratának tekintette magát, bennem is volt egy ilyen hajlam ugye a nagyapai örökségből, hogy azért bennem is volt egyfajta hogy mondjam, fogadókészség a szociáldemokrácia iránt. Úgyhogy elkezdtünk ezen beszélgetni, és aztán elérkeztünk oda, hogy már mindent kitaláltunk, de egymással se jutottunk dőlőre, hogy akkor hogyan is lépjünk tovább. Akkor vontuk be Németh Zsoltot, Orbán Viktort, még két-három másik szakkollégistát, azokkal is megbeszéltük, és aztán a végén arra jutottunk, hogy két kérdés maradt függőbe. Ez a név, hogy legyen-e benne a szocialista szó egyáltalán bármilyen formában, illetve hogy megalapítsuk most, vagy pedig azon az úton, tehát felirati párt legyen, vagy határozati párt, hogyha történelmi analógiák helytállóak. És akkor erre hívtuk össze azt a gyűlést a Ménesúti szakkollégiumban március 30-án, hogy akkor egy tágabb körben az ország 7 pontjáról 5-5 embert meghívva, hogy akkor egy tágabb körön beszéljük ezt végig. De valóban nem akartuk ott az alakuló ülést megejteni, és úgy belerendültünk, mint a lentkerekes autó, és a végén, miután a jogász hallgatók fölvilágosították a nem jogászokat, a laikus testvéreket, hogy nincs jogi akadálya, még a pártállami alkotmányos rendszerben sincs jogi akadálya annak, hogy akár pártot tudjunk alapítani, semmi sem zárja ezt ki, nem tiltja, pláne nem ifjúsági szövetséget, tehát szó sincs itt arról, hogy itten kuncsorogjunk az engedélyért, megalapítjuk aztán pont, az meg, hogy a szocializmus szó bármilyen formában szerepeljen benne, hát valaki megkérdezte, hogy azokkal szemben, akik emellett érveltek, hogy de most őszintén ki a fene fog ebbe belépni? Tehát, hogyha a szocializmusba akar belépni, akkor annak ott van, tehát ami van, az nyugodtan. Tehát aki ide hajlandó belépni, az csak azért hajlandó, mert ez nem szocialista. Úgyhogy hagyjuk ezt az egész bohózkodást, és Sztilkovics Szávó barátunk, az egyik alapító, aki jött egy ilyen isteni sugallata, ihlete, hogy legyen Fiatal Demokraták Szövetsége, hiszen azok vagyunk, és hogyha lerövidítjük ezt, Fidesz, latin szó, aminek a magyar fordítása hit, hűség, bizalom, tehát ennél szebb elnevezést nem tudtunk volna találni, tehát így minden kerek volt, nagy lendülettel 37-en ottan létrehoztuk, megalapított, rosszul mondom, 36-an. 36-an. Hajnalba csatlakozott 36-an, még valaki. Mert mikor hazamentem hajnali 3 óra, 4 óra tájba a feleségemhez, aki akkor éppen 3 hetes kisgyerekünkkel volt otthon, és megkérdezte, hogy hol jártam, és elmeséltem neki, akkor fölült az ágyba, és azt mondta, és ebből engem volt képetek kihagyni. Akkor nem, de másnap fölhívtam azt az embert, akinél a tagnyilvántartás volt, akire rábíztuk, hogy hát nem lehetne levelező tagozaton valahogy még a vonal fölé oda beszorítani a feleségem nevét, mert máskülönben nem lesz becsületem otthon. Aztán mondta, hogy dehogy nem. Tehát mind a viccbe a listáról. Fölkerülni lehetett, nem lekerülni. Így alakult, hogy az 56-os októberi napokban kivirágzott magyarországi pártélet, amit aztán ugye Kádárék vérbefojtottak. Után 32 évvel az első érdemi párt alapításnak az aktusában az egyes számú pártakönyv, ugye Kövér Lászlóé, a 37-es számú pedig Beck Máriája feleségé. Ez egy tapsot megérdemel. Igen. Most már csak azzal az egymondatos toldással tartozom, ami megmagyarázza, hogy miért nem Diczházy Bertalané az egyes számú tankönyv, hiszen ő találta ki az egészet. Mert az ülést te vezette, elnököt. Nem az azért, az igaz, de nem azért, hanem azért, mert ő nem lépett be. Tehát ő, mint mondtam, az anyag és árhivatalban dolgozott, tehát, és pártag is volt, mint mondtam, és ő ezt nem tudta vállalni, tehát, mert másnap páros lábba rúgták volna ki a munkahelyéről, és ő nem lépett be. Tehát a valóságos kezdeményezés, aki nélkül ez a műsor nem jött volna létre, az nem én vagyok, hanem ő.
csak ő szegény már nincsen közöttünk, már évekkel ezelőtt fiatalon meghalt, úgyhogy így aztán én lettem az egyes számú tankönyvnek a birtokosa valóban. A hatalom azonban, bármennyire is megnéztétek jogilag, hogy igazából nem nagyon lehet belekötni abba, amit tesztek, de mégiscsak azért megpróbálta ezt kifacsarni, túl azon, hogy állandóan lehallgattak benneteket, megkövettek benneteket, megfigyeltek, operatív megfigyelés alatt voltatok, de azért csak berendeltek, csak jött az a telefon, hogy gyertek már be az ügyészségre egy beszélgetésre. Az a már második kör volt, az első az április, ha jól emlékszem, 8-án történt, ahol a rendőrségre idéztek be bennünket, ötünket. Orbán Viktort, Andrássy Miklóst, szegény valószínűleg azért került be, mert akkor még nem volt a Fidesznek vezetése, tehát nem voltak megválasztott tisztségviselői, csak itt találomra emeltek ki öt embert. Szerencsétlen Andrássy Miki valószínűleg azért került bele, mert Andrássynak hívták, tehát hogy az osztályjelenség reprezentálva legyen a megfenyítettek között, ezért muszáj volt egy ilyen embert kiválogatni. Kétségkívül Orbán Viktornak meg nekem volt a legnagyobb szám úgy relatíve a névsorba, és még Csaba Iván, aki aztán az SZDSZ-be dezertált, ő volt a negyedik, és Rácz András barátunk a tanárképző főiskolára járt akkor, ő volt az ötödik, és aki nem pesti illetőségű volt, tehát nem ott lakott, azt a Gyorskocsi utcába rendelték be, így fél órás időközönként, aki pedig pesti illetőségű volt, mint miniszterelnök úr, Orbán Viktor, meg jó magam, már akkor nekünk ott volt lakásunk, minket meg a kerületi kapitányságra, és rendőrhatósági figyelmeztetésben részesítettek bennünket. És tulajdonképpen ez egy érdekes történet volt, mert én fölkészültem arra, hogy megvernek, tehát kezdjük itt. Apósom is, mikor értesült róla, hogy mi történt velem, akkor az első kérdés a feleségemhez az volt telefonban, vagy nem is, sofőr volt és föl volt Budapesten, följött hozzánk, mert nem voltam otthon, és mondták, hogy ugye megverték. Mondta a feleségem, hogy szerencsére nem. De azért lélekbe föl voltam rá készülve, és ami meglepetésért az az, hogy mondták, ott szépen egy ilyen farcú rendőr ott ült velem szembe, és mondta, hogy azért kaptam az idézést, mert rendőrhatósági figyelmeztetésben részesítenek bennünket alkotmányellenes szerveződés miatt. És akkor én fölkészültem jogászként, ugye próbáltam volna mondani, hogy ez miért és hogyan nem férti félre a rendőr elvtárs, de és ő mondta, hogy megtagadhatom a nyilatkozatot, hogyha akarom. De én nem akartam megtagadni a nyilatkozatot, hanem akartam mondani a védekezésünket. Mire eljutottam az első mondat végéig, mondta, hogy megtagadhatja a nyilatkozatot, hogyha akarja. Mondom, ja, az más, akkor hagyjuk az egészet a fenébe. És ennyi volt az egész. Tehát akkor már a rendőrség nem volt abban a vezetettségi állapotban, meg abban az öntudati állapotban, hogy tudta volna, hogy most akkor mit kell ilyenkor csinálni. És nem is az volt a szándék egyébként, hogy bennünket ott fizikailag megfenyítsenek, hanem az volt a szándék, ami másnap derült ki, hogy az a magyar MTI közlemény formájában az összes napilapban, TV, rádió, hidegben mind vezetőhelyen szerepelt, hogy rendőrhatósági figyelmeztetésben részesítették tararara egyetemi hallgatókat és egyebeket. És ezt mindenki tudja, hogy itt baj lesz, ha a Fideszbe be akarnak lépni. És szegény anyukám az éppen ment bevásárolni a Pápa fő utcáján, és akkor az egyik kedves rokonunk úgy jó 10 méterről úgy rákjabált, hogy hát a Laci meg mibe keveredett? Szegény nem olvasott újságot, úgyhogy meg nem hallgatott rádiót, fogalma sem volt, és akkor ott a hón alatt a rokonnak a Veszprémi napló, aztán mutogatta az MTI közleményt, úgyhogy anyukámat szegényt majdnem úgy kellett fölmosni a flaszterról. De ők nem tudták már, mint a rendőrök, vagy a pártközpont, hogy már túl vagyunk azon, hogy ez ne az ellenkező hatást váltsa ki. Tehát a Jóisten néha a rosszat is jóra használja. Azt, hogy velünk ezt megtörtént, azzal tulajdonképpen azt érték el, amit mi másképp nem tudtunk volna elérni. A legutolsó faluban, ahol járt a megyei napilap, ott megtudták, hogy ilyen, hogy Fiatal Demokraták Szövetsége létezik. És azon nyomban elkezdtek akkori mércével mérve tömegesen belépni a fiatalok. Úgyhogy nagy példányszám volt akkor még, tehát hát persze, elterjedt, hogy meg a Szabad Európában is bemondták. Hát az egy más, de a Szabad Európát nem mindenki hallgatott, nem azért, mert tilos volt, hanem mert hát nem volt élete része, de a Veszprémi napló az minden valamire egy való családból ott volt az asztalon. Szóval
ott akkor onnantól kezdve lendült meg a taglétszámunk néhány tucatról, hirtelen néhány százra, aztán elment olyan ezerig. És ugyanezt a hibát elkövették az ELTE tanárképzőkarán is, mert ott megfenyegették a tanárok, például a jogi karon ilyen nem történt, de a tanárképzőkaron megtörtént, hogy megfenyegették például a Rácz Andrist meg a hozzáhasonlókat, hogy ki fogják őket rúgni az egyetemről. A Bajer Zsolt szokta ezt elmesélni, a Sasvári Szilárd is ezek között, megfenyegettek között volt, és miután elterjedt futótűzként, hogy itten ki akarják rúgatni a fideszeseket a főiskoláról, azon nyomban vagy százan beléptek a hallgatók közül, hogy akkor miért közlünk meg. Szóval ez egy érdekes történet volt, és utána rá két hétre pedig Bégány Attilával később az MDF-be, tulajdonképpen az első ideológiai politikai okból a Fideszből távozott volt Bégány Attila, aki az MDF-be lépett be, és nem voltunk elég nemzetiek neki, és az MDF-nek is a nemzeti radikális szárnyára sodródott az a nyomba. Ő volt, aki tengelyt akasztott az ukrán-magyar alapszerződés miatt Jeszenszky Géza külügyminiszterrel, ha még van, aki emlékszik ebben a teremben ezekre a hős időkre. Bégány Attila volt a hatodik, akit be, ugyanazt az öt embert hívták be, akit a rendőrségre is, meg még valaki, most hirtelen nem jut eszembe a neve, elnézést kérek érte. De ott már nem idézést küldtek nekünk, hanem egy levelet, hogy elbeszélgetés céljából fáradjunk be a fővárosi főügyészség államellenes ügyosztályának, államellenes ügyek osztályának a főügyészéhez, vagy helyettes főügyészéhez. És hát mondom, akkor már jogot végeztünk, vagy éppen félúton voltunk a diploma felé, néztük, hogy hát ez mi? Hát mi az, hogy elbeszélgetés céljából? Tehát Haraszti Miklós mondta már az első alkalommal is, amikor az idézést kaptuk, pedig az még idézés volt, hogy a meccset megnyertük, mondta, mert ha nem visznek, hanem hívnak, akkor már nagy baj nem lehet. Ide meg meghívtak, nem hogy hívtak, meghívtak. És akkor összedugtuk a fejünket, hogy mit tegyünk, és akkor mondtuk, hogy nem megyünk be. De akkor a hétből volt egy srác, aki úgy otthon is baros családból jött, és azért otthon nem örültek neki, hogy a Fideszben van, és amikor a rendőrségen megfenyegették, akkor azért otthon szintén megmusták a fejét, és megfenyegették, stb. Meg maga is kicsit beijedt, és ő mondta, hogy hát menjünk be, ő mindenképpen bemegy. És akkor mondtuk, hogy hát ha egy ember bemegy, akkor mindannyian bemegyünk. De inkább azt szeretjük volna elérni, hogy senki ne menjen be. Hát. És akkor jó, az első körben, hogy legalább szerezünk valami információt, hogy mit akarnak. Akkor emlékszem, összegyűltünk a szakkollégiumnak a igazgatói irodájába. Akkor még nem volt mobiltelefon, tehát valahonnan telefonálni kellett. Akkor miniszterelnök úr volt, későbbi miniszterelnök úr, pontosabban Orbán Viktor volt a szószóló, főhívta a főügyész elvtársat, és kérdezte, hogy udvariasan mondta, hogy megkaptuk ezt a levelet, hát akkor, és akkor ilyen nyájas hangon, hogy ó, hát örülök neki, és akkor hát kérném, hogy fáradjanak be, mert azért meg kéne egy beszélni. Mondta, hogy de ne haragudjon, nem akarnánk bemenni, csak érdeklődünk, hogy most ez micsoda, mert mi jogot végeztünk, vagy éppen már mindjárt. Tudja, idézés, azt tudjuk, hogy micsoda, arra menni kell. Ha menni kell, hát menni kell. De ez nem idézés, hanem egy, hát igen, mert ez tulajdonképpen egy baráti beszélgetés lenne, mert hogy önök itt most azért szeretnénk önöket megkímélni attól, hogy valami bajba sodorják magukat. Ott körbeültük és hallgattuk a beszélgetést, tehát önmagában is egy nagy élmény volt. És mondta, hogy de ne haragudjon, hát mi nem járunk, nem szoktunk járni baráti beszélgetés az ügyészségre. Tehát az viszonylag kevés ember jár az ügyészségre a baráti beszélgetésre, tehát ezt azért úgy mellőznék, ha szabadna. Mondta, de higgyük el, mi érdekünk, hogy bemenjünk. Mondtuk, hogy na jó, rendben van, ha mindenképpen beszélgetni akarnak velünk, akkor azt javasoljuk, hogy az ügyészség kapujával szemben van a szlovák söröző, tehát ott várjuk egy pofa sörre az ügyész elvtársát, tehát akkor ha beszélgetni akar, az ott is jó lesz, nem kell hozzá bemenni az irodájába. És akkor egy elvesztette a türelmet, és lecsapta a telefont, mondta akkor már kicsit keményebb hangon, hogy a mi érdekünk, úgyhogy jól tesszük, hogyha bemegyünk, úgyhogy ő nem akar tovább vitatkozni velünk, aztán befejezte a beszélgetést. És még az ügyészség kapuja előtt is, még ott egy utolsó megállásra próbáltuk rávenni a barátunkat, hogy ő is járuljon hozzá ahhoz, hogy,
hogy ne menjünk be. De aztán nem, a szegény nagyon beteg volt, a gyomra görcsölt, tehát ott összekuporodva szenvedett, és a végén kibökte, hogy de ő mindenképpen bemegy, akkor jó, hát akkor mindannyian bemegyünk. Bementünk. Még a kap az ajtó előtt, ne haragudjanak, hogy ilyen részletesen mesélem, de hát érdekes. Még ott az ajtó előtt, az iroda ajtó előtt is megálltuk, hogy hát, ha meggondolta magát a barátunk, és mégse kell bemennünk. És közben meghallották, hogy ott beszélgetünk, tehát behallatszott a irodába a kintlétünk, a folyosón, meg hát a portáról is felszóltak, hogy már megyünk fölfelé lépcsőn, és akkor kijött a főügyész helyettes elvtárs, és szintén ilyen nyájas mosolyjal, hogy és akkor a Bégány Attila barátunk, aki így hátra állt az ajtónak, és közben itt egymás között beszélgettünk, hogy mi legyen, így megfogta a kilincset, és hogy ügyészestül visszanyomta, hogy még beszélgetünk. ez volt nem a nyitány, hanem a zárány, vagy nem tudom micsoda, mert nyitányról szó se volt. Na utána egy-két perc múlva bementünk, leültünk, középet ült a főügyész helyettes elvtárs, hatalmas jogszabály hegyek mögött, tehát mi jogot végezvén láttuk, hogy ugyanazok a jogszabályok háromszor ott vannak, tehát hatályos, az évi, alaptörvény, alkotmány, BTK, PTK, munkatörvénykönyvvel, tehát minden oda van rakva, hogy a hatás az teljes legyen. Jobbról egy mosolygós, joviális, ávósült, balról egy szigorúan ránk néző ávósült. De ezt is olvastuk már, velünk ugyan még nem történt meg, de olvasni már olvastunk ilyeneket. És lejöttünk oda, és akkor ott elmondta a főügyész, elvtárs helyettes, vagy nem tudom, hogy hívják, hogy hát tulajdonképpen ők azért kérettek ide be bennünket, és köszönni, hogy bejöttünk, mert mi itt a büntető eljárás előszobájában vagyunk már nem úgy a ügyészségen, amit csinálunk azzal, és ők meg akarnak kímélni bennünket attól, hogy átlépjük a küszöböt, mert azért az mégiscsak jóra való fiatal vidéki értelmiségi jelöltek, tehát az a szüleink se ezt érdemlik, nem ezért tanítottak bennünket, stb. Ez péntek délután volt egyébként. Fontos. És akkor mondták, hogy akkor személyigazolványokat adjuk oda. És akkor megbíztuk a miniszterelnök urat, mondtuk is, hogy hát ő mondta, hogy ő a szóvivő, tehát hogyha valami van, akkor őt kérdezik, ő válaszol. Mert a Botos Ávos megjegyezte, hogy mi ez körbeáll, mint a falusi bíróság. Mondtuk, hogy hát, ő mondta, hogy hát igen, ez van. És akkor személyigazolványokat kérik, mondtuk, hogy arról volt szó, hogy baráti beszélgetés. Mi nem szoktuk a barátainktól a személyigazolványt elkérni. De hogyha mindenáról ragaszkodnak hozzá, hogy azokat látják-e, akiket behívtak, akkor rendben van, de ők is adják oda az ő személyigazolványokat nekünk. Akkor már alig bírtak a vérükkel, hogy pofán ne vágjanak bennünket valamivel. És akkor elkezdték ezt a jogi okfejtést, mi meg hallgattuk, és akkor Viktor mondta, hogy hát de ez nem így van. És akkor elkezdte a jogi érvelés, hogy miért nem van úgy. És akkor még egyszer rákezdtek, és akkor azért volt jelentőség annak, hogy péntek volt, mert pénteken van a jogikari bajnokság, kispályás foci bajnokság. Azóta is büszkén jelentem, hogy 40 éve járok ugyanabban a bajnokságban, ugyanannak a csapatnak a tagjaként. Úgyhogy és mennünk kellett. Aztán mondta a miniszterelnök úr, hogy hát ne haragudjanak, de nekünk nincs itt időnk tovább vitatkozni, mert meccsünk kezdődik mindjárt, úgyhogy mennünk kell. És ott tényleg ott volt a sportszatyor, ott volt a hónunk alatt. És akkor felálltunk és kijöttünk, és még akkor nem bírtam a véremmel, mondtam, hogy a jogi műveltségünk hiányosságaira utalta a főügyész helyettes, hogy ezért nem tudjuk felmérni, hogy mibe keveredtünk. Aztán mondtam, hogy ne haragudjon, de hadd jegyezzem meg, hogy lehet, hogy a mi jogi műveltségünk az még nem elég mély, de mondom, hogy ennyi idő alatt ezt a sekélyes fenyegetőzést bírták magukból kicsiolni, azért ez se val túlságosan mély jogi műveltségre, és aztán ezzel ott hagytuk őket. És életem egyik legnagyobb élménye volt az a két perc, amikor 8-asával vettük lefelé a lépcsőt. De nem az ijedelemtől vagy a meneküléstől, hanem olyan eufória volt bennünk akkor, hogy ezeket megvertük. Tehát porrá aláztuk, tényleg porrá aláztuk őket, végük van, tehát ott ugráltunk rajtuk. Tehát ez nehéz elmesélni, ha valaki nem élte át ezt az élményt, hogy milyen az, amikor az ember bemegy, mint egy potenciális fogoly, vagy nem tudom micsoda, és akkor érzi, hogy a hatalom képviselőt szerencsétlenkednek,
ott ugyan ütnének, de nem tudnak, nem mernek, vagy más a megbizatásuk, és hogy ott vergődnek a saját hálójukban, mert nem tudnak egy értelmes jogi okfejtést előadni arról, hogy miért tilos az, amit mi csinálunk, amiről mi tudtuk, hogy nem tilos. És akkor úgy éreztük, hogy meggyertük a meccset.